nem megfelelő szakember munkája, az nagyon sok hátrányt jelenthet, mert ha nem szakszerűen van elvégezve, bármikor leeshetnek a lapok a falról, és ezáltal az egész homlokzati részt újra kell készíteni. A munkafolyamatot úgy szoktuk elkezdeni, lábazat felragasztással, előtte meg szoktuk nézni a lábazatnak a minőségét. Ha egyenetlen a fal, akkor szoktuk papucsozással kezdeni a szigetelést, ami azt jelenti, hogy egy ilyen táblára 8 helyre teszünk papucsot, amit fölragasztunk, és utána beszoktuk vízmértékkel nézni a függőjét és az egyenességét. Utána következik a profil. Ha egyenes a lábazati niketelünknek a felső része, profilt a szépen rátesszük, bedűbelezzük, ami adja a következő lépésnél a hőszigetelő kőzetgyapotnak az egyenességét. És utána rakjuk fölfele a gyapotot, azok, hogyha föl vannak rakva, be szoktuk dűbelezni. Ami egy táblánál 5 darab dűbelt jelent, a sarkokra és egyet középre, a találkozási pontoknál plusz egyet középre. Ha ez kész van, akkor szoktuk az érvédőket a sarkokra felrakni, ami függőleges mind a két irányba. Ha ez is kész van, erre szoktuk utána rakni a ragasztót, amire rakjuk a hálót. A ragasztó megköt, akkor szoktuk egy kicsit megcsiszolni, hogy a nemes vakolat felülete egyenes részre menjen, a nemes vakolatunk, és a nemes vakolat előtt leszoktuk alapozni az egész épületet, és mikor az le van alapozva, várunk egy napot, és akkor szoktuk a nemes vakolatot felhúzni a falra. Ezért érdemes az egészet tavasztól őszig elkészíteni, míg jó időn van.